az egyik legrégebbi francia fajta, a Percheron a normandiai Pers hatalmas régiójából származik, innen kapta a nevét. A fajok története a nézeteltérések középpontjában áll. Egyesek számára a Percheron Bretagne-ból származó kancákból származott volna, amelyeket Clovis első hoztam volna vissza Normandiába 496 körül, amelyeket aztán arab lovakkal kereszteztek volna. Mások számára a múrok lótörzsének leszármazottja lett volna, amelyet a lovasság a poitiers-i csata során elfogott volna, és azután a Perthére vitte volna őket. Ez az utolsó verzió az, amelyet a Percheron Horse Riding Society támogat. Bárhogy is legyen, tagadhatatlan, hogy pers grófjai a helyi állatállományt keresztezték az 1099-es utolsó keresztes hadjáratukból hazahozott keleti lóval. Aztán a spanyolországi expedíciók után a kasztíliai lovakból származó ibériai vért a Pertheirotró harmadik kezdeményezésére hozzáadták a fajtához. Amikor a Pertheron elérte népszerűsége csúcsát a 20. században, exportálták az amerikai, óceániai vagy európai kontinensre. A dicsőséges évek után a Pertheron visszaeséseket fog tapasztalni, amelyek a hanyatlás felé vezetik. Mindenekelőtt a lóevés promóciós kampánya megváltoztatja a piacot, és a Perthéront gyakran hústermelésre fogják tenyészteni. Akkor a mezőgazdasági munkára preferált ardenneki ló beárnyékolja. Végül pedig a II. Világháború és a gépesítés általánossá válása katasztrofális következményekkel jár majd rá. Az 1970-es években a helyzete kritikus volt, és egyetlen kijárata az volt, hogy hentes állatként szolgáljon, mint más francia lófajtákhoz. A hústermeléshez jelentősen módosított fajta genetikai tőkéjének megőrzése érdekében 1980-ban a Société Hippique Percheron és a jelenleg is működő mintegy 800 tenyésztő védelmi tervet dolgozott ki. A tenyésztők és az egyesület munkáját végül díjazzák. A Percheron új életre talál az ismét rendelkezésére álló lehetőségeknek köszönhetően. Egy kifinomultabb modellel számos hajtóversenyen vesz majd részt, ahol szenzációt okoz majd, köszönhetően ebben a szakákban kitűnő képességeinek. Manapság jól megy, és a világ számos országában jelen van, amelyek közül néhányan létrehoztak egy ménes könyvet, például az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. Továbbra is az egyik legnépszerűbb francia fajta, a Percheronnak sikerült átlépnie a korokat, és lehetővé tette számunkra, hogy megcsodálhassuk a nemes lovat, amelyet gyakran gigantikus arabnak neveznek.